Elrabolt Hungária. Komárom. A trianoni diktátum elszakította a Komárom szívét, lelkét hordozó északi városrészt hajóállomásával együtt, melynek akkorban nagy teherforgalma volt. A komáromi Erzsébet-szigeten 1897-ben nyitották meg a Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság hajójavító műhelyét. A lapon a torontál gőzös láthatjuk, lebontott kerékállással javítás közben. Pár év múlva ezek a teher- és személyszállító hajók is kivették részüket a világégésből, hisz csapatokat szállítottak a Dunán, Száván, aknák között ellenséges tűzben. A torontál harcolt a szerbiai és a romániai hadjáraton is. Belgrád bevételét követően a monarchia haderejének főparancsnokát is a torontál vitte be a megszállt városba.